Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Még mindig itt vagyok Párizsban, a Charlie Lyon. Most utána mások kiderült, hogy én az egyes holba voltam, ez a kettes hol, ez a pályaudvar, ez óriási nagy. Szóval folytatom a videót, ez egy újabb videó lesz. Tartsatok velem, és itt is megmutatom nektek a különböző vonatokat. Szóval óriási ez az objektum. Volt egy folyosó, és ezt nem néztem meg, és elsétáltam erre. És itt is vonatok vannak, innen is indulnak a vonatok. Nézzétek meg, hogy milyen összetett itt az egész. Liftek, mozgó lépcsők, ott is mozgó lépcsők, és ez a kettes hol, kettes pályaudvar, nem tudom, hogy ez hogy van kitalálva, óriási nagy az egész. Iszonyatosan nagy. Nézzétek meg. Abba voltam szerintem, ami ott van. És ez egy másik pályaudvar. Itt is itt vannak a kapuk, és itt is állnak TGV-k, és itt áll régebbi kivitel is. Megmutogatom nektek pontosan a vonatokat. Itt áll egy. Jó hosszú, mint a vonatfütty. És ott áll a régebbi fajta is. Óriási nagy. Itt nincsen ilyen fedett tér, hanem a peronok vannak lefedve. Láthatjátok, az inkább a délire hajaz, arra hasonlít, hogyha valamihez hasonlítani kéne a déli pályaudvar. Rengeteg sok kapu, mindenhol kapu. Jó néhány vágány van itt is, de csak ez a két vonat áll bent. Hát iszonyatosan nagy ez a vasútállomás. Nem is gondoltam volna, és itt át lehet menni a másikba. Mindjárt meglesem, hogy ott voltunk-e. Vagy sem. Hát gyerekek, itt el lehet veszni konkrétan. Látjátok? Szerintem igen, ebbe voltunk. Ilyen óriási nagy. Van ez a fedett részes, látjátok, ez a csarnokos, és van a mellette lévő, az pedig ez. Lehet, hogy ez csak ilyen kurta videó lesz, de menjünk le, azt nézzünk le körbe lent is. Én azt mondom nektek, hogy ha már itt van az ember Párizsban, akkor minél több tartalmat megpróbálok nektek gyártani. Remélem, hogy érdekes lesz. És itt viszont számozó vannak a vágányok, 5-ös, 7-es, 9-es, 11-es, 13-as, 16-os. Itt így meg van számozva, és itt vannak közötte a kicsik, hogy 14, 15, 16, 17, 18, 19. Szóval így van megoldva. Itt is van information tábla, és ez lefelé vezet. Menjünk, lenézzünk körbe itt is, hogy mik vannak. Itt ilyen nagy rámpa van, szóval itt a sanyiék is tudnak közlekedni, de amúgy rengeteg sok a lift, szóval itt teljes mértékig akadálymentesítő van a sztori. Itt rendesen föl vannak készülve, meg van liftes kocsi is, meg rámpás kocsi is, szóval le tudják, hogy föl tudják rakni a srácokat a vonatra. Ja. Na hát itt így néz ki a aluljáró, ez a szitu. Itt ilyen ülőrész van. És óriási nagy a aluljáró. Itt van valami McDonald's. Original McDonald's, ilyen kicsi. De zárva van már. Látjátok, kettes hol. Így néz ki. Van Starbucks kafé. Csoba van zárva. Hát itt napközben nagy élet lehet, de most mindenben van zárva. Itt is van valami burgerező. Liftek, mozgó lépcsők, original McDonald's. És itt mutatja a WC-t, mert már pislognunk kell. Megnézzük, hogy nyitva van-e.
A WC. Ott lefele. Még van lejjebb. Ez itt az utcaszint. És fölfele meg. Mindjárt megkeressük a lefele menőt. Itt van az utcaszint, és akkor itt le lehet menni. Itt is autók vannak, autóforgalom. Gare de Lyon, vasútállomás. Lift. Vannak az autók. És jönnek be az autók. Hát szerintem ezt a videót ezt én lezárnám. Ennyi lenne a kettes holról, és ott találkozunk a következőjével. Ha tudjátok, hogy érdekel extra tartalom képanyag, akkor beírjátok a Hervák, Herla Fanatik Facebook csoportra. Hervák László voltam innen Franciaországból, Párizsból, Gare de Lyon vasútállomásról, innen a -2-ről.